Tavaly még javában zajlottak az építkezések Nyíregyháza több pontján is, mára azonban egyre inkább az eladók kerültek túlsúlyba az ingatlanpiacon. Elemzők szerint ez azt jelenti, hogy lassuló kivitelezésre és stagnáló árakra lehet számítani, még a legkonzervatívabb beslések szerint is. Nincs annyi telefonhívásunk, mint amennyi szokott lenni, nyilvánvaló, de nem állt le teljesen a piac. Én azt gondolom, hogy addig még így tudunk esetlegesen jönni, addig lesz, illetve nagyon sok ingatlant úgy közvetítünk, kvázi, hogy online képeket küldünk, és hogyha komolyan érdekli az érdeklődőt, akkor beöltözünk és megyünk, mert azért van olyan, akit a szükség rá visz, hogy költöznie kell, mert mondjuk eladott régebben egy házat, és most nincs hol laknia. Nyilván lesz elcsökkenés, és nyilván úgy gondolom, hogy az ügyfelek is meg fognak szűrődni a vásárlók, mert most csak az fog vásárolni, akinek tényleg aktív és éles a keresési igénye. A koronavírus járvány ingatlanpiaci hatásának első látható jele, hogy elsősorban a használt lakások piacán nőtt a kínálat, mondta el az Inforádiónak Mester Nándor, a portfólió elemzője. Az általunk megkérdezett ingatlaniroda vezetője azt mondta, úgy látják, hogy a nyíregyházi piaci szereplők jelentős része ki fogja várni a jelenlegi helyzet rendeződését. Még az árcsökkenés annyira nem jelent meg, inkább az van, hogy van egy meghirdetett ár, és ahhoz képest nagyobb az alku, mint a tavalyi év folyamán. Tavaly azért nagyon sok ingatlant fix áron adtunk el, most 5-10%-ot le lehet belőlük alkudni. Akinek nem sürgős az aladás, nem túl motivált, az kevésbé enged. Nem feltétlenül ijedtek meg egyelőre. Nyilván a későbbiekben fogjuk látni a hatást, azért is van a hitelmoratórium, én azt gondolom, hogy nehogy az embereknek el kelljen adni az ingatlanokat, amikben laknak, mert ugye gyárak is leálltak, kevesebbek a fizetések, nehogy fizetési probléma legyen, tehát nem akarja ezt senki sem, hogy az árak drasztikusan lecsökkenjenek, ezért csinál a kormány olyan intézkedéseket, ami a gazdaságot valamilyen szinten megóvja. Mivel akár több százezer fővel is emelkedhet a munkanélküliek száma a gazdasági nehézségek miatt, ezért erős nyomás lesz a bérbeadókon. Az irodavezető azt mondta, az albérleti piacon már országszerte érezhető a változás, hosszabb távú szerződések kötésére és a bérleti díjak csökkenésére is számítani lehet.